A pince előtt különleges lekvárok termelői méz és üveg, ez is kézműves termék. A levélnehezékek és dísztárgyak mellett pincéhez illő árut is hoztak, kristálypoharakat. Bizonyos borokhoz ki tudják maguknak választani, hogy na abba, hogy terjed úgy az illata, hogy lehet úgy forgatni, hogy az ahhoz a borhoz pont jó legyen. Bent a pincében füstölt kolbász és hús, gyógynövények, zöldség és gyümölcs, szörp és édesség, még csicsókát is lehet kapni. Mindent helyi vagy környékbeli termelők hoztak. Az ínyencek a szarvasgombás termékeket is megtalálhatják. Előző rendszerben igazából ez az ördögnek volt egy valamilyen, tehát hogy így senki nem ehetett szarvasgombát, az abszolút luxus volt, az abszolút nyugat szemlélet volt, és akkor rendszerváltás után volt ez, amikor egy újabb lendületet kapott. Egy kicsivel arrébb kecske sajtot kínálnak. Kapor, eszkömény mag, kapor, tahufű, lilahagyma, merőhagyma, fokhagyma, minden van. Demeter Csaba pincéje minden hétvégén piaccá alakul. A borász nagyon egyszerűen magyarázza, hogy kerül az étel és a selyemsál a boros hordók közé. Szerinte a kettő összekapcsolódik. Mindenki szeret finomat enni és hozzá jó bort inni. Kicsit ilyen közéleti eseménynek is tervezzük. Egészséges dolgokat lehet vásárolni, jó borokat lehet kóstolni, a bor kicsit felszabadít, akkor vidámabbak az emberek, idesült a nap már most, úgyhogy teljes boldogság van. Pincepiacot tavaly rendeztek először, télen szünetelt, de most teljes gőzzel újraindult. Nagyon fontos kezdeményezés a városba. A város határában egyre inkább megjelennek azok a pincészetek, akik komolyabb minőségi borokat állítanak elő, és egyre több energiát fordítanak arra, hogy egy vendéglátóhely is kialakuljon a borászatunknak a környékén. Az alpolgármester azt mondja, a város törekvése, hogy a Szépasszonyvölgy mellett több kisebb turisztikai központ is kialakuljon. A kőlyuki pincesor környékének rendezésére 8 millió forintot különítettek el. Út épül, rendbe teszik a környéket. A pincepiacot minden szombaton megrendezik.